Tisza forrásától mintegy 600 kilométert távolodtunk már, de a vízre szállásunk óta is eltelt 13 nap, és a vízen is megtettünk 480 kilométert. Mire elértük az első megyeszékhelyt, a Közép-Tisza történelmi városát, Szolnokot. Ha már egy vízitúra résztvevői vagyunk, Szolnoknál el kell mondanunk, hogy minden szolgáltatás és beszerzési lehetőség közel van. Még akkor is, ha nem a jobb parton, a vár területén, a városi oldalon, hanem a balparti Tiszaligetben van a szállásunk. Azon kívül mindenképpen szálljunk rá időt, és sétáljunk egyet ebben a nagy történelmű és nagy kultúrájú városban, mert ilyen alkalmunk azért nem sok van a Tisza mentén. Remek terek, igényesen kialakított parkok, fürdők, sétányok, üzletek, éttermek, színház, mozi és kiállító helyek várják a természetjárókat is. Tiszai és irodalmi kapcsolat, hogy 1757-ben Szolnokon egy elszegényedett kisnemesi családból született Versegi Ferenc. Édesapja sóhivatali tisztviselő volt. A költő Marszíliai ének címmel először fordítja magyarra a francia forradalom indulóját, a Marseillaise-t. A Martinovics perben először halálra, később 9 évi várfogságra ítélik. Város történetéről napokig lehetne mesélni. Mégis azt kértük a Damjanich Múzeum igazgatójától, Horváth Lászlótól, hogy a legfontosabb Tiszával kapcsolatos történelmi emlékekről röviden beszéljen. A Tisza a megszabályozása előtt, a 19. századi nagy reguláció előtt voltak éppen az Alföldön egy helyenként szinte 100 kilométer széles, mocsaras, csapadékos, ingoványos, az év minden szakában nem járható területet képezett. Nagyon meg kellett becsülni azt a pár természetes magaslatot, amelyik bármilyen vízállás és bármilyen időjárás viszony mellett emberi letelepedésre alkalmas helyet biztosított. Nehezen érzékelés. És átkelésre alkalmas helyet. Igen, és egy ilyen ponton állunk most, hiszen itt még a híd előtt is, itt ahol most állunk 1562-ben, a mai ország területnek az első állandó hídját építette meg, hát sajnos akkor már a török szolnok esetében, de még a híd előtt is egy nagyon fontos és természetes vízi átkelő helyet jelentett Szolnok, amelyik az észak-déli, de mondjuk a királyi Magyarország esetében az ország középponti és Erdély közötti közlekedésnek is szinte több száz kilométeren belül a legközelebbi hasonló átkelő mondjuk Tokajnál volt és lent Szeged magasságában egyfajta természetes utat jelentett. A honfoglalást követően ennek a településnek nem csak előnyét, stratégiai fekvését már a honfoglaló magyarok is fölismerték. Zónuk Ispánról, aki a nevét is adta a városnak, nagyon keveset tudunk, vagy legalábbis amit biztosan tudunk, az okleveles források egy esetben mindig megemlít. Ő volt az István udvarához, és valószínűleg belső köréhez tartozó főember, akit már István halála után, a Vataféle pogánylázadás idején Gellért püspökkel, a később egyébként Gellért püspökről elnevezett szikláról Budán letaszítottak. Tehát ez is mutatja, hogy Istvánnak milyen bizalmasa volt az, aki megszervezte itt, a most Vármegyének mondanánk, az akkori ispánsági székhelyet, valószínűleg
egy kezdetleges föld-fa szerkezetű sáncvárral, egy kiépült ispánsági központtal, ami akkor még a Nagy-Szolnok megyét volt hivatott vezetni. A Szolnok megye Erdély vagy Máramaros határvidékétől végig húzódóan, mint egy csík, egészen a mostani Szolnokvárosig tartott, és voltak éppen az uralkodó egyik fő jövedelmi forrását és biztos bevételét, a sót volt hivatott az ország területére eljuttatni, és eddig a pontig, ahol most állunk, mind a 19. század gyakorlatilag végéig vízi úton jutott el a Máramaros környéki sóvidéknek a sótömbjei, és itt aztán Szolnok mindig is arról volt híres, nem a sóhivatalról, de mondjuk a sóraktárairól, pontosan ezen a helyen partra rakták az uszályokról, hajókról, csónakokról a sótömböket, és itt voltak az úgynevezett sóházak, ahonnan aztán már szárazföldi úton szétspricceltek az ország egész területére. Van-e itt olyan vízi élet, amilyen lehetne itt a Tisza mellett? Nyilván mindent lehet jobban csinálni és fejleszteni. Azt szeretjük hirdetni és mondani, hogy Szolnok a Tisza fővárosa. Szeretnénk, ha ez kívülről is látszódna, és nem csak a mottóinkból derül neki. A város a Tisza miatt jött létre. Úgy gondolom, ha sikeres lesz, a Tiszával együtt lesz sikeres. Ha az idegen forgalmát a város föllendíti, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a Tiszára is fordított nagyobb figyelmet. Egymás nélkül a kettő nem lenne meg, nem is létezne. Nos, ha már Horváth igazgató úr említette ezt a főváros dolgot, akkor mindazoknak, akik járják a Tiszát, vagy akár csak hűséges nézői a mi vízikalandjainknak, meghirdetnénk a Tisza fővárosa játékot. A továbbiakban nézzék ilyen szemmel is a tiszamenti településeket. Lenne, lehetne a Tisza fővárosa. Hogy minek alapján? Olyan sokféle szempontrendszer létezik, hogy még fölsorolásukra sem teszünk kísérletet. Döntsék el önök a látottak és szigorúan személyes benyomások alapján, aztán a Dunához érkezve gondoljanak még egyszer azokra a településekre, melyek jelöltek lehettek e nemes versenyben. Mert úgy gondoljuk, hogy a rangnál sokkal több haszonnal jár, ha minél több tiszai falu, város tesz azért, hogy közelebb kerüljön ehhez a címhez, vagy legalább kiérdemelje a tiszai jelzőt. Reggel visszahordjuk mindazt, amit tegnap felcipeltünk az egykori vár területére, a mai művésztelepre. Megköszönjük a vendéglátást, de halad az idő, folyik a víz, és nekünk is tovább kell indulnunk a szőke Tisza hátán. Elhagyjuk Szolnokot, ezt a szép és kultúrált megyeszékhelyet, a Tisza egyik fővárosát, az agyva torkolatát, a történelmi átkelőhelyet, a művészek otthonát, és a remek parti sétány mentén lassan haladunk a délalföldi tájak felé. Amint az lenni szokott, a nagyvárosok szélén már az ipari és rendészeti kikötők és építmények sorakoznak. A vízirendészet hajója, a sárga gabonatárház, előtte az a betonépítmény a rakodó maradéka. A nagykémény az éppen egy éve bezárt papírgyár év. A 2000-es árvíz után elbontották a parti házakat, a 2005-ös partcsúszás után pedig a jobb parton megépült a korszerű és esztétikus partvédőmű. A hengeres fehér építmény a papírgyár felszíni vízkivételi műve. 1992-ben a Szent István híd átadásával fellélegzett Szolnok belvárosa és a belvárosi híd, amely addig a négyes főútvonalnak, a Tiszántúl legnagyobb forgalmú átkelőjének teljes forgalmát elszenvedte.
A jobb parton ismét egy ipari vízkivételi mű, a vegyi művek és a cukorgyár vízszolgáltatója. Volt. Mert a gyárak is csak voltak. Az első jobbparti település, ahol egy kicsit meg is állunk, Tószeg, amely ma már kicsit távolabb, vagy 2 kilométerre esik a Tiszától, de amikor még itt éltek azok, akik kedvéért Csányi Marietta, a szolnoki Damjanich Múzeum régésze kijött velünk, akkor még az élővíz mosta egy kis domb a kucorgó lábát. Ez a település úgy keletkezett, hogy arra, ahol az erdőségek látszódnak, ez tulajdonképpen a Tiszát kísérő galéria erdő, a Tisza mellé egy árvízmentes kis magaslatra megtelepedtek az első bronzkori jövevények, és utána, amikor ahogy itt éltek, a házaik esetleg tönkrementek, leégtek, akkor nem költöztek odébb, hanem elegyengedték a felszínt, és ráépítették a következőt. És ezekből a települési szintekből épült fel ez a domb. Úgy kell elképzelni, hogy agyag padlójú volt egy ház, a fal az ágakból, fából volt, az oszlopok alkották a vázát, és veszőfonat, vagy nádfonat, és azt betapasztották agyag, ezek a patics falu házak, itt lehet látni nagyon szépen, azt is, hogy nagyon sok szerves anyag van benne, mert az, amikor a ház kiégett, igen, lenyomatait az végig látszik. Na most az az érdekes, hogy ezek ugye úgy néznek ki, mintha ilyen égetett agyagból lenne a fal. De ez nem így volt, hanem egyszerűen csak nyers agyagból volt, és amikor a ház leégett, akkor vált olyanná, mint a tégla. A legkorábbi megtelepedők a korabronzkori nagyrévi kultúremberei, nem tudjuk, az hogy hány milyen. Volt? Hány az, éve volt? Az körülbelül olyan Krisztus előtt 2000-ben, ugye teljesen pontosan. Körülbelül 4000 éve. Körülbelül 4000 évvel ezelőtt. És igazán nem tudjuk a nevüket, mert írást nem ismerték, a nyelvüket se ismerjük, ezért a régészek, ahogy szokták, vagy valami lelőhelyükről nevezik el, vagy pedig valami díszítésükről. Tehát itt a nagyrévi kultúra, a hatvani kultúra, meg a füzesabonyi kultúra népe telepedett meg. Ez a telep létrejött volna-e, ha nincs itt kőhajításnyira a folyó? Nem, biztos, hogy nem. Tehát a vízközelség, az élő vízközelség az a legfontosabb telepítő tényező. Minden egyes korszakban, így a bronzkornak ebben az időszakában is. Csak azért mondtam, hogy egy árvízmentes magaslatra, de vízközelbe telepedtek. Hoppá, már ki is esett egy égett darab. Ez is egy faldarab. Igen, ez is egy faldarab, egy nagyon szép égett faldarab. Vannak ilyen kis apró szemcsék, csak abban reménykedtem, hogy ha egy ilyen sárga réteget találnék, akkor meg tudnám mutatni, hogy az a padló, a házpadló. Na, itt van, megvan. Látható egy sárga réteg, ez az agyag réteg, ez a háznak a padlója volt. Itt látszik, ja, és itt van egy, igen, na, ez egy nagyon szép kis edénykének a pereme. Ezt korongozással csinálták? Nem, ezek mind kézzel formáltak. Ez egy nagyon szép, sima, nagyon szép falu, fényezett, vékony, igen, falu edény. Mutatok egy épp példányt, mert az is több került elő innen. Ez egy ilyen edénykének a pereme. Á, valóban. Igen, igen. Ilyenek kerülnek elő, ez az alsó réteg, ez a felette lévő rétegnek a kerámiájára jellemző. Azon kívül hát rengeteg állatcsont, meg csonteszköz is kerül elő ezeken a telepeken. Látszik ezeken a csiszolásnyom, hogy a csontokat megcsiszolták, és akkor hogy megfeleljen annak a funkciónak, amire szánták. Mikor éltek itt utoljára emberek? Ezen a telepen? A dombon, igen. Olyan Krisztus előtt olyan 1400 körül. Hát utána is itt volt a domb, és utána is alkalmas de nem, volt. De nem telepettek nem meg telepettek rá. Nem, itt más korszaknak nincs nyoma ezen a dombon. Az egy más kérdés, hogy a környezetében laktak mások is, mert a Tisza az mindig is ide vonzotta az embereket, de valami miatt ezt a dombot nem használták később. A kucorgó domb. Ilyen rendkívüli jelentősége volt egy alkalmas lakóhelynek a Tisza mentén. Hát hogyne, hiszen a víz minden évben a medertől sok kilométer távolságban áztatta az alföldi tájakat. Egy biztonságos magaslat, amely akkor még 300 méter hosszú és 100 méter széles volt,
nagy kincs lehetett a természetes lehetőségeket kihasználó, de a természetet lényegében még nem alakító népeknek. Balpart fái mögött jó 2 kilométerre Rákóczi falva, amely egy folyóág természetes lefűződése révén került távolabb a Tiszától. Ezért ez a hosszú egyenes is szokatlan módon természetes képződmény. A Bivajtónak nevezett holtág maradványt évszázadokkal a szabályozás előtt hagyta el a folyó. Tisza várkonnyal szemközti fás ligetet ma is úgy hívják Bivajtói rét. A Tisza várkonyi kanyar külső oldalán működik, ez az öntözést szolgáló és halastavakat tápláló vízkivételi mű, 1-2 köbméter per szekundum teljesítménnyel. A történelmi szófejtők szerint igen valószínű, hogy a Várkony nevű települések avar elődökre utalnak. Így nem véletlen, hogy a tiszai töltés építésekor gazdag avar temetőre bukkantak. De persze sokkal korábbi kultúrák nyomai is vannak a környéken, épp úgy, mint Tószegen. A ma másfél ezres falu egyik büszkesége az 1988-ban létesített népművészeti alkotóház, amelynek vezetője Hegedűs József, fafaragó, a népművészet mestere. Itt leltek otthonra a népi mesterségek művelői, fafaragók, kovácsok, fazekasok, szövők, hímzők, de minden évben több turnusban, bennlakásos tábori keretek között fiatalok is tanulják a kézművesség, a különböző népi mesterségek gyakorlásának fortéjait. Az alkotóháztól kőhajításnyira a Tisza partján van egy szerény emlékoszlop, amihez nagy történet tartozik. 1059-ben első Endre király itt állítja testvérét Bélát drámai döntés elé. Király akar-e lenni, vagy továbbra is megelégszik a fővezéri hercegi címmel? A csapda készen állt. Ha Béla a királyságot, a koronát választja, megölik. Ha a kardot, egyelőre élni fog. Béla a kardot választotta, amivel aztán egy éven belül legyőzte Endrét. De ő sem járt jobban, 3 év múlva Dömösön rászakadt a trón, és utódja mégiscsak az Endre fia, Salamon lett. A híres Vezsenyi kanyar következik, amihez fogható nem sok maradt a szabályozás után. A 1,5 kilométeres nyak egy 13 kilométeres zsákot köt össze. Ha kiszállunk és gyalogolunk, megspórolhatnánk néhány órát. Vezsenyen minden a Tiszáról szól, különösen a 2000-es árvízről. Amióta élt, ekkora vizet nem látott, ugye? Ennyi még itt nem volt soha. Én itt születtem, de még ilyen víz a Tiszán soha nem volt. Volt várvíz 70-es években, de akkor még gát se volt, de még a parton fönn se volt. Azt hitték, biztonságban vannak, igaz? Még idáig nagyon jó voltunk. Habár most is jó érzünk magunkat. Tára Isten. Én nem mennék innen sem annyi pénzésre, se városra, se a falu közepére. Hol voltak a homokzsákok? Azt tessék megmutatni. Itt volt az árok színénnek. Igen. Itt van az árok széle. Ilyen magának eddig ért volna a víz? Hát én nekem még a nyakig is ért volna. Nyakig is ért volna? Milyen kicsi vagyok. Igen. Ameddig a vonal van, addig volt itt fönt a víz. Itt volt az árok színén a homokzsák. Utána két sor homokzsák, ott tele volt vízzel.
Itt még fújt az árokba a víz, itt meg szivattyú szívta keresztül a vizet. És akkor itt átnézett, olyan volt, mint a tenger, mi? Hát itten csak tenger volt, kedvesem. Magukat kitelepítették? Nem mentünk sehova, parláson voltunk. Kellett volna? Kellett volna. Miért nem mentek? Nem mentünk sehova sem. Semmi nem voltunk. Mert úgy voltunk vele, hogy ez a kis falamink, amink van. Fél volt a szobában a bútorok pakolvárák lapakra. Úgyhogy a víz, ha bemegy is, akkor alatta megy el. Meg hát... És ha leszakad, maguk itt ott vesznek? Nem szokott volna. Nem, mikor észrevettem éjszaka, hogy pattog a fal. Akkor ötön szóltunk a vízügyes embereknek, akik itt voltak. A legsürgősebb pillanatokat még tudták addig csinálni, még hoztak hozzá anyagot. Bátorság vagy botorság? Nem tudjuk, mit gondoljunk Kósa Józsefné történetéről, de nem ő az egyetlen, aki az élete munkájával megteremtett értékeit, akár az élete árán is igyekszik megvédeni. Csanádi Kálmán halász a háza melletti villanyoszlopon azt mutatja, hol állt a víz 2000-ben. Van hal a Tiszába? Nagyon kevés. Nagyon, utóbbi években nagyon megfogyott. Úgy eltűntek a harcsák, a nagy harcsák. Hát imittam ott, a tizáni csak fognak horgadni, de hát kevés. Tehát előtt minden héten fogtunk 20-30 kilós harcsát. Mi az oka ennek? Hát én nem tudom 2000 óta, de az biztos, hogy a pontyok, hogy ezelőtt, mikor kiöntött a Tisza, itt nálunk is ezelőtt rétegre, ilyen kis ponty, annyi ment a fokokon, meg találtunk a vizekbe, ilyen kis pontyokat, ivadék kis pontyokat. Most egyet se talál az ember, évek óta. Egyet se talál, pedig én mellesen, mert érdekel, figyelem, ugye mindig, az nem találunk kis szaporulatot. Ilyen szemeit halak vannak, ilyen, de kis pontyok nincsenek egyelőre. Nincsenek jó ivóhelyek? Hát én nem tudom, de valami baj van, a ívása lesz biztos. Mert ezelőtt a fokokon annyi, mert kezdünkkel ura tartottuk, tele volt kis pontyal a kezé. Most meg semmi. Hát ebben a Tiszában nagyon régen, hát én még a gyerekkoromra emlékszek, úgy nagyjából visszamért szabaráztuk a halakat. Ebben annyi hal volt, hogy ez... Tehát még több volt a hal benne, mint a víz valamikor. Ilyen halakat láttunk abban az időben, tiszta volt a Tisza víz, nem ilyen, mint most. Hát ebből ittunk valamikor. Hát nem vittünk még a Tiszára vizet ezelőtt, hogy inni. Ebből főztünk, ebből megmerítünk a bográcsot, ebből ittünk egész nap. És itt a maga házát 2000-ben ért el először a Tisza? 2000-ben ért először a Tisza. Pedig hát ez itt van már vagy 100 éve, nem? 1842-ben építették az én házamat. Maga mióta él Vezsenybe? Én itt születtem. Itt születtem Vezsenyen. Hát akkor mondja meg, hogy milyen falu ez. Nagyon jó kis csendes falu. Nagyon jó kis csendes falu. Ez a falu, ez olyan gazdag volt valamikor ez a falu, hogy kegyetlen. Ott odé volt itten egy nagy, ilyen gabonafölvásáron nagy magtár. Uszály hordta a búzát, tehát a kis falu, itt az olyan jó falu volt valamikor. Hát máskor egy nagy hajózás ment ezen a Tiszán. Most még nem is látok már évek óta egy hajós ezen a Titánnél. Nem megy, nem gyűl. Ezzel nagy hagyüttek, mentek az uszályok, hordták meg a vontató gőzösök, mindenféle. Nincs hajózás. Megszűnt egyelőre. Különleges hely ez a Vezseny, mert egy a környezetéből mindössze néhány méterre kiemelkedő földnyelven a honfoglalás óta, meg még korábban népek és kultúrák éltek. Míg mi a faluval ismerkedünk, a csapat rója a kilométereket, egyelőre a kanyar északi oldalán. Szóval itt ez a furcsa zsák, ez a nagy kanyar, amilyeneket nem szokott meghagyni Vásárhelyi Pál, ez a körülbelül 10 négyzetkilométer nagyságú terület, a rét, ami valamilyen okból nem került át a Tiszántúra a szabályozás idején, és amit a Tisza bizony gyakran meglátogatott. De amit elvitt, azt másként visszaadta, meséli a 85 éves M. Nagy Sándor. A Tisza, kérlek szépen, ez amikor kijött, mert ugye árvíz volt akkor is, és a Tisza az, amikor megöntözte a Vezsenyi rétet, akkor utána, mintha az meg lett volna trágyázva. A kukorica az olyan volt, hogy mintha vízen állt volna mindig, a réten, Vezsenyi réten. Tutajok jártak el? Jártak tutajok is, hogyne, azt hozták itt a
a gerendákat, ugye az össze volt téve, az egy élmény volt a fiatalok számára, ugye, mert azt néztük, hogy amikor jöttek az olajok, és azok is hoztak, ugye, mit tudom én, miket, valamit, almát, vagy nem tudom mit. Akár, a tutajon. A tutajon, igen. És azok túl vették meg a község, mert itt kiálltak a kanyarba ott. És a Tisza, kérlek szépen, az volt a tulajdonképpen itató az állatoknak még 45 előtt. Tehát odahajtottuk le, odahajtották le, akinek tehene, lova volt, és ott itattuk meg a jószágokat. Ott a komp van, tehát tulajdonképpen ott volt az első hajókikötő. Oda jártunk le, oda vittük le a szőlőt, mert a hajóval vittük minden piacnapon Szolnokra. Miket vittek be? Szőlő, alma, körte, ami, az meg megint a réten volt, ugye egy gyümölcsös kertnek mondhatjuk. A neve Kurjantó volt, a másiknak meg Kurázs. Vezsenyközség 1700-1800 lakosú volt, és azt én nem mondom, hogy mindenki testvéresen szerette egymást, de igazán megbecsültük, mindenki egymást tisztelte, szerette, és egymáson segített akkoriban még. Akkor itt paradicsomi állapotok voltak. Ez így van, kérlek. Ennek el lehet mondani, hogy Vezsenyközség volt a, hogy mondjam, a központ, kulturális szempontból meg pláne. A rét. A Délalföldön az ártereket rétnek nevezik. Olyannyira, hogy a vajdaságban a szerb nyelv is átvette ezt a kifejezést, és a térkép még szerbül is rétet ír. Talán elhiszik nekünk, hogy ez az egykori jólét, gazdálkodási kultúra és igényesség ma is érezhető ennek a kedves, zsákba zárt falunak a levegőjén. Buzás Karcsiék, a velünk együtt, de kerékpárral túrázó barátaink itt értek utol minket. Meg is kérdezzük, milyen egy tiszatúra biciklin. A Tisza mentén nagyon sok helyen lehet kerékpározni, rengeteg jó kerékpárút van, töltéseken, kisforgalmú utakon, ahol naponta egy-két autó megy el, ami kerékpározható, persze tudni, hogy az időjáráshoz képest, mert azért nem mindegy, de nagyon jó, mert földutak és nem murvával felszórtak, tehát használható kis kerekű biciklikkel is. Végül is van annak jelentősége, hogy ti a Tisza mentén, vagy a Tisza töltésén kerékpár, észreveszitek a Tiszát? Hogyne, a Tiszát is észreveszitek, nem csak a Tiszát, hanem az árterületet, a fákat, a növényeket, madarakat, rengeteg madár van erre, tehát kerékpáros paradicsom ez, mert megy az ember kerékpára, szépen gurul, a madarat nem zavarja ez. Gyakorlatilag egy mozit látunk azzal a különbséggel, hogy mi hajtjuk a biciklit, és észre se veszük, és kilométerek elszaladnak úgy, hogy egy nagyon szép természeti mozit látunk. Vannak-e szolgáltatások ezeken kívül, tehát táborhely, mosakodási lehetőség, bevásárlási lehetőség a kerékpárosok számára? Vannak, és az a legnagyon fontos a kerékpárosnak, hogy kb. 30 km legyen szálláshely, ott, ahol biztonságosan le tudja tenni a kerékpárját, meg tud mosakodni, enni tud. Ennél több nem kell a kerékpárosnak, egész nap izzad, minden baja van. Oké, ennél több nem kell, de van. Vannak. 30 kilométerenként van egy biztonságos szálláshely. Vannak. Elmondhatom, hogy vannak. Go!
Nekünk 1,5 kilométer gyalog, csónakjainknak 13 a nagy kanyar. Nekünk 20 perc, nekik 2,5 óra. De minden letelik egyszer. Indulás a révhez, épp úgy, mint hajdanán Arany János, aki nagykörösi tanár korában erre járt haza szalontára. Nézzük, mi történt ez alatt a vízen. A Vezsenyi nagykanyar mindkét oldalán ártéri erdő, tehát egy nyugodt, szép vízen haladnak a csónakok, növény, állat, víz békés együttélésében. És ebbe még a hagyományos eszközökkel dolgozó halász is belefér. A balparton egy viszonylag kicsi leszakadás ideális hely a parti fecskéknek, akik most az első költéssel végzik a gyakorló repüléseket. De az is lehet, hogy csak azt magyarázzák a fiókáknak, hogy ez itt a barna kánya bácsi, soha ne fogadj el édességet tőle. Egykori Tisza cipőgyár, ma már használaton kívüli kéményei jelzik, Martfűre érkeztünk. A horgásztanya előtt a pecások csónakjai sorakoznak példás rendben, de sajnos a vizitúrázók számára alkalmas kikötőt nem találtunk. Pedig a kemping és az egyre híresebb gyógyfürdő itt van a part közvetlen közelében. A város szimbóluma és címerállata a griff, aminek történelmi előzményeit nem nagyon találjuk, de talán az erő, a bátorság, a harmónia, a megújulás szimbóluma lehet ebben a múltjával küzdő, de mindig talpra álló 20 éves városban. Megérkeztünk a földvári révhez. Megérkeztek a csónakjaink is. A kísérlet sikerült. Lehet visszaszállni. Hát gyerekek, ez nagyon kellemes volt. Nézzék csak a víz színét. Ebben a júliusi napsütésben valóban szőke a Tisza. De ha egy kicsit mozdul a fény, vagy elmegy a nap, már zöldebb, komorabb, ami nekünk csak a látvány szépsége, de egy halásznak egyebeket is üzen. Mészáros Pál. És mióta halásznak így a Tiszán? Hát én 1976-ról. És miért kezdett hozzá? Mert hát ezt szeretem. Szeretem a természetet. Gyakorlatilag... Mondja a nejében, hogy ki a Tisza vizét vissza, szíve vágyik annak vissza. Ez bele van oltva az emberek, ugyanúgy, mint a vadászat, korgászat, vagy bármilyen hobbi. Meg lehet ebből élni? Hát még egy előre megy. Milyen volt ez, amikor kezdte? Akkor is jó volt. Akkor is jó volt. Most is jó. Dolgozni kell, mindenütt dolgozni kell, és akkor meg lehet élni. Ha mennyit dolgozik egy halász? Hát... látást, uvakulásig. De hát nyári időszakban, mikor kicsi a víz, akkor kevesebbet, viszont nagy víz van, akkor gyakorlatilag 18-20 órát naponta. Az is előfordul. Hát aztán, hogyha nincs nagy vízünk, akkor nagyon gyenge a fogás. Akkor csak van. Hát mint a példa is mutatja, hogy szinte nemes halat ilyenkor nem fogunk. Csak a fehér halat, busát, keszegeket. De azt is most azért fogunk, mert megszőkült a víz. Mit jelent, hogy megszőkült a víz? Hát ettől sokkal tisztább volt. Tehát deltet lát egy méterre, és most gondolom az esőt véget a parttól bemostja a hordalékot, és ilyenkor, igazán, ilyenkor rá lehet mondani, hogy szőke Tisza.
kisebb vízszint a horgászoknak kedvező, a nagyobb vízszint pedig a halászoknak. Így jó el van osztva, mindenki jó jár, mindenki fog. De nem zavarják magukat, hogyha jönnek ide elvezősök vagy a horgászok? Nem, de hát mi? Hát elég nagy az a víz, elfér rajta mindenki, úgy gondolom. A nevében és érzelmeiben tiszai település, Tiszaföldvár valamikor vízparti hely lehetett, egy védett magasulatot elfoglalva. De a Tisza egy évszázadokkal korábbi természetes lefűződése révén távolabb került. Tiszaföldvár egy földrajzi, néprajzi tájegységnek, a Tiszazugnak is része. Északi kapuja, ahogy mondják. És itt található a Tiszazugi Földrajzi Múzeum is, amely rendkívül láttató és izgalmas kiállításával sok tiszai kérdésre választ ad. Vezetője és egyik létrehozója Béres Mária, aki büszkén mutatja a Tiszából előkerült több mint 10 000 éves állatcsontokat. A Tisza a meder változásai közben gyakorlatilag a partfalból mosta ki ezeket a csontokat, és úgy kerültek be hosszú idő alatt a múzeumi gyűjteménybe. Mik a legkedvesebb, vagy tudományosan a legérdekesebb darabok itt? Hát, hogyha a gyerekek szemével nézem, akik ellátogatnak ide a múzeumba, akkor mindenképpen a mamutok, aminek ugye az egyszerű sziluettjét lehet itt látni, itt pedig egy alsó állkapcsát, a méretes örlőfogakkal, hogy egy-egy fog milyen hatalmas méretű, hogy redőzzáfogak növényevő életmódra utalnak, hogy mindössze 4 ilyen foga volt az állatnak, itt is látható a két felső állkapocsban lévő fog, és milyen érdekes volt például az állatnak a fogváltása, hogy amikor ezeknek a fogaknak a felszíne lekopott 8-10 évente, akkor újabb 4 tolódott előre ezek helyére, és összesen 6 ilyen fogváltás volt az állat életében, tehát 24 foga volt, de egyszerre mindig csak 4 működött. Vagy itt ez a hatalmas koponya, ez a mamut koponyája, innen nőtt ki az ormány, itt látható belül az orrüreg, az orrsövénnyel, hogy ez egy csontos tok volt, amiből az agyar nőtt ki, ami ugye az állatnak a hatalmas metszőfoga volt, a világ legnagyobb foga az a mamutfélék, elefántfélék agyara, és hogy a szemek azok egy növényevőnél oldalt helyezkedhettek el. 300 évet tudunk ilyen leletekről. Marsilli, olasz hadmérnök és földrajztudós 1720 körül arra következtet, hogy Hannibál elefántjainak csontjai kerülnek elő a Tisza medréből. Ebben a különös múzeumban mindent meg szabad fogni, ki lehet próbálni. És a kiállítás rendezői még arra is gondoltak, hogy a táj legfontosabb állatait és a Tisza leggyakoribb halait is láthassa az érdeklődő. De térjünk csak vissza a Tiszazugba, hiszen ez a múzeum neve is. A zug alatt a folyóknál egy-egy folyón belül a kanyarolatoknak a belső oldalát értik. Itt a Tisza zug egy speciális kis táj. Itt nem egy folyó, hanem 2 folyó, a Tisza és a Körös által közbezárt területet értjük, mégpedig Tiszaföldvár, Cibakháza, Nagyrév, Kürt, Úg, Tiszasas, Csépa, Szelevény. Ezek a települések gyöngysúlyszerűen felfűzve a folyók magas partjai mentén helyezkednek el, kijelölik a legmagasabb szinteket, ezek mind ősi települési helyek. A Tiszazug geológiájára, vagy földrajzi viszonyaira vagyunk kíváncsiak, és az emberi megtelepedés jellemző vonásaira, akkor ez ad igazán magyarázatot arra, mik ezek a jellemző dolgok. 2,5 méter szintkülönbséget jelent egy-egy ilyen kis réteg, és
amit az előző térképnél beszéltünk, hogy itt az emberek az ősidőktől kezdve a kiemelkedésekre települtek, az itt nyomon követhető, hiszen itt már egy mélyebb fekvésű területre, akár csépa, itt a déli települések nem csúsznak rá, hanem megmaradnak itt a magas parton. Csépánál lehet látni, hogy összesen 5 méter, igen. Tiszasasnál talán 7 méter, tehát ilyen 2-4-6 méter, legfeljebb 10 méter magasság különbségek, de ez elég volt ahhoz, hogy az itt kanyargó folyók őket már ne veszélyeztessék. Így van, ezt az ember tapasztalati úton kijelölte azokat a helyeket, ahol a települése hosszú ideig fennmaradhatott. Nagyon szépen láthatók az elhagyott folyómedrek, amelyek mindenütt szegélyezik ezt a területet és kísérik a folyókat, és persze látszanak a holtágak is, amelyek a folyószabályozás sok idején mesterségesen keletkezhettek. Aztán itt van ez a makett, amin mindenki megtanulhatja a vízügyi fogalmak jelentését. Mi a meder, a hullámtér, az övzátony, a fok, és így tovább. Vagy ez a térkép a cibakházi holtágról, amelyen kis fejmozdítással láthatjuk, hogy ilyen volt, ilyen lett. A szabályozás előtt, a szabályozás után. Egy szóval, aki szeret játszva tanulni, annak nagyon ajánljuk a Tiszazugi Földrajzi Múzeumot Tiszaföldváron. Ez pedig már élőben a cibakházi holtág, néhány kilométerre a Tiszaföldvári Múzeumtól. A 78-as számú, alig 2 kilométer hosszúságú átmetszés a Tisza egyik legszebb és leghosszabb levágott folyószakaszát hagyta hátra. A 17 kilométeres holtág elég nehezen nevezhető holtnak, hiszen mind a cibaki, mind a nagyrévi oldalon élénk vízparti élet folyik. Nyaralókkal, táborokkal, pecásokkal, csónakázókkal és szemet gyönyörködtető növény- és állatvilággal. Menetrendünket némileg felborítva, bemutatunk egy kicsit délebre eső, utunkba csak később kerülő Tiszazugi falut, mint egy szemléltetve mindazt, amit Béres Máriától hallottunk. A tiszasasi református templom erkélyéről remek kilátás nyílik a Tiszát kísérő erdősorra, és a falu alatti, nyilván az áradások idején gyakran áztatott mélyedésre. Ennek a kis természetes vízállásnak Kutykó a neve. A szabályozás előtt nyilván a Tisza áztatta, de a töltések megépülte után is bővízű volt, halászgattak is benne, aztán lecsapolták, úgyhogy ma már több a nád, mint a víz. Ide jártak mosni, kutyulni az asszonyok. Innen a neve is, Kutykó. Mint látható, a falu egy viszonylag kicsi, de mégis menedéket nyújtó magaslaton fekszik, mint egy szigeten emelkedve a táj fölé. A vizek fenyegetése ellenére termékeny föld, és a hozzáértő szorgalmas gazdálkodás meghozta gyümölcsét a falu életében, amit a dísztéglával burkolt, szinte városias házak megjelenéséből is érzékelhetünk. Ez a hatalmas kocsányos tölgy az őshonos ártéri erdők utolsó mohikánja. Az ártézi kút régebben hozzátartozott az alföldi települések képéhez. Aztán a vízvezetékek korában egyre inkább elhanyagolódtak és eltűntek. Tiszasas látványosságává vált, hogy ártézi kutyait rendbehozatja, szinte műemlékként kezeli. Arról nem is beszélve, hogy sokan szívesebben isszák a vizét, mint a csapvizet. Az ártézi kutak európai története közel 900 éves. De a Zsigmondi Vilmos által fúrt első magyar kúté is csaknem 150. A vízzáró réteg alatti mélységből érkező víz langyos is, büdös is, sajátos mellékízű is.
Annak, aki nem szokta, esetleg kellemetlen, de vannak, akik nem tudnak nélküle élni. Aztán egy valódi műemlék, vagy inkább csak emlék. Szép emlék. A nagy árvíz idején a töltés mentett oldalán feltörő víz, a buzgár, szakszerű megfogása ellennyomó medencék kiépítésével történik. A 2000 áprilisában feltörő tiszasasi buzgárral 16 napig folyt a küzdelem. De a katonaság és a lakosság valóban hősies munkájával és mintegy 30 ezer homokzsák beépítésével sikerült megakadályozni a gátszakadást. Ezt a remekül szemléltető emlékművet egy évvel később, 2001-ben avatták. Arborétum falu. Ízlelgetjük az új fogalmat. A tiszasasiak elhatározták, hogy utcáikat, tereiket sajátos fafajokkal telepítik be, létesítve ezzel a községben egy sokszínű, érdekes és tanulságos élő fagyűjteményt. Kíváncsian várjuk az eredményt. E kis tiszazugi kirándulás után térjünk vissza a folyóra, ahol közben felbontottuk a hátralévő harmadik százasunkat is, kevesebb, mint 300 kilométer van hátra a torkolatig. A tiszajenői rétnél azért állunk meg egy percre, mert a régi Tiszán gyakoriak voltak az ilyen legelők, amelyek természetes lejáróval, itatóhelyjel érkeztek a folyóhoz, de a 19. századi szabályozás meg az állatállomány 21. századi apadása miatt ma már nincs, aki legeljen, nincs, aki igyon. A táj még itt van, szerencsére. Egy torkolat a jobb parton. A legalább 40 kilométer hosszúságú kőrös ér Nagykőrös környékéről szállítja a belvizeket a Tiszába. Szép nyári délután a Tiszán, szinte halljuk Petőfi sorait. A folyó oly simán, oly szeliden ballagott le parttalan medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint megannyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ó természet, ó dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentől inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Szegedhez közeledve idézzük Juhász Gyulát, akinél mélyebb rokonság talán senkit nem fűzött ehhez a folyóhoz. Szép a Rajna, Lorelei folyója, német nagysághű oltalmazója. Szép a Szajna, Párizs tükrözője. Mél a Volga, orosz búszülője. De még bennünk lélek él és nóta, Tisza lesz a magyarok folyója. Nagyrévnél már az Árpád-korban is úgynevezett szabad gázló volt. Most kompjárat van. Napkeltétől napnyugtáig.